És megvan a korong. Fel! Egy korong jön az alacsony toronyból. És ez hiba. Sajnos ez nem jó. Szinte tapasztalható a csend a nézőtéren, és ez viszont megvan. Két jó lövés, egy hiba után. Most ott tartunk, hogy Igali Diana elajándékozta azt az egykorong előnyét, amelyet a többiekkel szemben a selejtezőben szerzett. Mefrahedinova. Ő eltalálja az első repülőkorongot, ami a magas toronyból jött. Most jön a kettős korong. Now target. És ez hibás korong. Van ilyen. A dobógépből úgy repült ki, hogy nem volt teljesen egyben, már látszott porzott. Ilyenkor új lövés. Ez viszont két találat. Mefrahedinova nem hibázott. Ő tehát őrzi továbbra is az első helyet. A női skeet új versenyszám az olimpián, de 1992-ben Barcelonában meghívást kapott, mármint a barcelonai olimpiára meghívást kapott a világ legjobb 6 női versenyzője. Annyira jól sikerült a hölgyeknek a bemutatkozás, hogy a kínai Chan Shan rögtön megnyerte a férfiak előtt hibátlan teljesítménnyel az olimpiát. No, akkor úgy is alakult, hogy 4 év múlva már nem voltak ott a hölgyek az olimpián, de 1997-ben felvették a női skeetlövészetet is a nyári olimpia műsorára. Igali Dia szintén ott volt, benne volt az első 6-ban a világon már 92-ben, és ő akkor a 42. helyet szerezte meg Barcelonában. Volt világcsúcstartó és alapversenyen, Igali Dia nem ellesleg. A barcelonai világbajnokságon 1998-ban 72 lövés az alapversenyben. 4-es lőállás, dupla korong. Előbb a magas, aztán az alacsony toronyból. Dia kezébe itt a megkerült puska. Ez is rossz korong. Ez is egészen biztos, hogy nagyon-nagyon zavaró. Most jó, és mind a kettő jó. Bravo, Dia! Itt már nincs javítási lehetőség. Aki itt hibázik, az elbukott, annak nem lesz olimpiai bronzérme. Bronzér nem hibázik hatalmas tapsokkal. Ezek a legizgalmasabb pillanatok, aztán majd a szétlövés még. Most jön a korong, ez is jó, nagyon jó. Nem rontotta el az utolsó kettőt Dia, és úgy emeli diadalmasan magasba a puskát, minthogyha már nyert volna. Természetesen győzelemnek számít egy érem is, egy olimpiai érem ilyen szituációban. Hát Mefrahedinova aztán lőhet nyugodtan, amerre akar. Ő szerintem csukott szemmel is eltalálná a korongot. Ő már olimpiai bajnok. Az utolsó lövését láthatjuk, amolyan jutalomjáték. Még véletlenül sem hibáz be, miért hibázná el? 4-25-ös sorozat között Mefrahedinova 24-24-25-25. Összesen két korongot vétett el. Svetlana Gyemina, egyiket kell lelőnie. Az ezüstéremhez megvan az ezüstérem. És akkor jönnek a korongok. Megvan neki mind a kettő, hatalmas az ováció. Nagyon örülnek az ausztrálok. Fel! Jó, mind a kettő, folytatódik tovább. Újra Tess Lonsdale. Ez egy őrült türelemjáték. Itt nem a kézre meg, itt fejben dől el minden. Az, hogy kibírja tovább. Ez hiba! Ez hiba! Az ausztrál elrontotta az egyiket. Jönnek a korongok. Megvan mind a kettő! Igali Diana bronzérmes!
Magyar bronzérem női szkídben. Igalitia mondja, hogy nem igaz, hát dehogy nem igaz. Azt mondta, hogy ő a világ legboldogabb embere, hogyha érmet nyer az olimpiát.